Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, ismét érdekességeket hoztam nektek, mégpedig a Warcraft a kezdetek című filmről. Kérlek, amennyiben tetszett a videó, egy feliratkozással támogasd a csatornát. Nyilván azt mindenki tudja, hogy a film egy nagyon híres videójátékon alapszik. A World of Warcraft kiadóját többször is ostromolta a világ legrosszabb rendezőjének kikiáltott Uwe -ból. Sőt, a rendező Zseni egy interjúban azt mondta, hogy előszerződése van a blizzard -el. De a kiadó ezt többször is cáfolta, azt azonban elismerték, hogy uwe valóban szerette volna megszerezni a jogokat, de ők nem akarták eladni neki. Azt is hozzátették, hogy attól tartottak, hogy a rendező esetlegesen pocsék alkotása akár a videójáték népszerűségét is befolyásolhatná negatívan. Végül a mozi rendezője, a hold direktora Duncan Jones lett. Jones egy interjúban fette fel, hogy a forgatókönyv első változata simán emberek és orkok csatájáról szólt, ahol egyértelműen az embereké volt a pozitív oldal, az orkoké pedig a negatív. Ő azonban mélyebben szerette volna bemutatni mindkét oldalt, ezért több változást is eszközölt a történeten, illetve a dialógusokon is. A forgatás után összesen 20 hónapot vett igénybe az utómunka. Ekkora direktor életének egy meglehetősen nehéz korszakán ment keresztül, hiszen feleségét merrákkal diagnosztizálták, apja David Bowie pedig elhúnyt. A jelenetek felépítése és a vágás miatt nagyon sok rajongó arra tippel, hogy több jelenetet is kivágtak a filmből. Pont ezért kifejezték a Béli hogy szeretnék látni a rendezői változatot. Amikor erről kérdezte egy újságíró Duncan Johnst, úgy válaszolt, hogy a film első változata valóban 40 perccel hosszabb volt. De azt is hozzátette, hogy a rövidítés nem feltétlenül a stúdió kérése volt, hanem az alkotói folyamat része. A Blizzard 2006-ban jelentette be, hogy készül a játék filmadaptációja. Végül magát a mozit pont 10 évvel később mutatták be. Ez a fajta késés egyébként is jellemző a Blizzardre. Az eredeti tervek szerint 2015. decemberében mutatták volna be a filmet, de a Star Wars miatt eltolták 2016. májusára. Összesen 439 millió dolláros bevételével a mai napig a legtöbb pénzt hozó játékadaptáció a Warcraft. A mozi egy másik rekordot is tart, mégpedig bemutatója napján 8,5 millió dollárt hozott Kínában. A film első promóját a Comic-on mutatták be, melyben összecsap egy lovag, egy orka. Még ugyanezen az eseményen felfedték, hogy maga a forgatás még meg sem kezdődött. A stúdió először Sam Rémit szerződtette a rendezői pozícióra. Ekkor a Föld után című film forgatókönyvírója dolgozott a skripten. Végül, mivel évekig nem történt előrelépés, Sam Raimi otthagyta a projektet és a forgatókönyv is ment a levesbe. A stúdió szerette volna megnyerni Johnny Deppet egy szerepre, de végül nem tudtak megegyezni vele. Colin Ferrer jelentkezett Lénykirály szerepére és beszélt a rendezővel is, de végül a karakter Dominic Cooper játszhatta el. A forgatókönyv megírása során leginkább két Warcraft regényt vettek alapul, a Rise of the horde illetve az utolsó őrizőt. Az eredeti sztori szerint a portál viharváratban nyílik, és az érkező orkok lerombolják a várost. Kadgar a börtönőre, amikor birkává változik, polimorf varázslatot mond. Ez a mágia minden Warcraft játékban megjelenik, kivéve a legelső részt. A varázsló azt is mondja, hogy csak az együgyűekre hat, és körülbelül egy percig tart. Nos, a játékban a varázslat ható idejének nincs köze az intelligenciához. Mindenkire ugyanannyi ideig hat, kivéve a PvP-t. Abban a jelenetben, amikor Katgár legyőzi Medivet, láthatunk egy sárga effektet a karakter körül. A World of Warcraft-ben pontosan ugyanez az effekt látható, hogyha egy játékos szintet lép. Az eredeti sztoriban fekete kézgyilkosa nem Lótár, hanem Ogrim. Durótán és Draka pedig egyszerre halnak meg Guldán csapdájában. A kis tróra pedig nem egy folyóparton találnak rá, hanem szülei hullája mellett. A horda ikonikus alakja, Gromas Hellscream is feltűnik a filmben, de nincs dialógusa, inkább csak egy kikacsintásként funkcionál a játékosok felé. Az orkokat motion capturing technikával alakították a színészek de a fegyvereket és a páncélokat elkészítették teljes méretben, erre a fényképezés miatt volt szükség. Később a Universal használta ezeket a promóció során. Amikor az emberek az erdőben barangolnak, a háttérben feltűnik egy idéző oszlop a játékból. Gromás alakítója Terinótári. Többek között ő arról ismert, hogy ő motion capturing elte King Kongot a Kong Koponya szigetben. A Warcraft film esetében ő tanította be a többi színésznek, hogyan mozogjanak orként. Ennyi érdekességet sikerült összeszedni a Warcraft filmről, remélem tetszett, hogyha tetszett kérlek nyomj egy lájkot. Like a videó alatt a leírásban megtalálod a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!